Mindenkit szeretettel köszöntök, annál is inkább, mert a mostani Isten tiszteleteink egy sorozatot indítottak el. A szövetségről szól a Biblia tanulmányunk. Remélem be tudtátok szerezni, itt van a kezemben, és ezt elektronikusan is le lehet tölteni. Az a címe, hogy az örökké való szövetség ígérete és egészen pontosan jelzi is itt a belső lapján, hogy a www.kerakpo.hu oldalon a kiadványok menüpont alatt tölthető le. Ennek a tanulmánynak tehát most a harmadik részéhez érkeztünk. Szeretném még hirdetni, hogy a hét során hétfőtől péntekig mindig jelentkezik a füstjelek reggel. Imáron többen is a héten is bejelentkezett Franz Mutombo, Deák Melinda, jó magam is. Tehát most már van egy négy-öt főnyi kis csoportunk, amely a reggeli 5-10 perces útravalókat elmondja. Akinek természetesen van Bátorító, erősítő, vigasztaló szava. Mindenkit szeretettel várunk ezen a reggeli sorozatunkon. Én a magam részéről hétfőn teszem fel, mindig a koronavírus sorozatom, most már a 170. előadás felé jár. Az Armageddon után most jön a hetedik csapásnak a magyarázata. Csütörtökön kerül fel az új rövid sorozata, az ünnepek veszélyei, veszélyes ünnepek sorozat első előadás már fönt van, a második fog most majd csütörtökön fölkerülni. Pénteken Brassóban teszik fel mindig a Petőfi útjain, most a 14. részt láthattátok, és szombaton pedig mindig élőben jelentkezünk, amikor hát Isten tiszteletre gyűlünk össze. Mindenkit szeretettel köszöntök, és a szövetségről szóló sorozatunk harmadik Isten tiszteletéhez érkeztünk. Ahogy minden alkalommal tenni szoktuk, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk együtt. Hálásan köszönjük jóságos Istenünk, mennyei atyánk, Jézusunk nevében, hogy megérhettük ezt a mai napot, és hat nap munkája után a hetedik napon megpihenhetünk, Köszönjük, hogy igédet hallhatjuk. Köszönjük, hogy ennek a sorozatnak minden egyes részletében egy-egy új tanítást hozol elénk, hogy azt megismerjük, megszívleljük, és terád nézzünk arra az Istenre, aki, ha mi hitetlenkedünk is, te hű maradsz, magadat meg nem tagadod. Te vagy nem csak az örökké való, a mindenható Isten, hanem az a csodálatos személyiség, az a csodálatos jellem, aki a gonosz miatt is bánkódó, aki fölemeled a szűkölködőt a porból, kivonszod a szegényt a sárból, és nem csak a part szegélyére ülteted, hanem fel akarod őt, népet főemberei közé ültetni. Köszönjük, hogy így figyelsz mindannyiunkra hogy hívsz bennünket szent hívással, és köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk, az igére figyelhetünk, ad, hogy tisztán, világosan, egyértelműen szóljon az ige mindenkihez, és azt is ad Istenünk, hogy nyitott szívvel hallgassuk, hogy minden szavadat be tudjuk fogadni, és életünkben gazdag termést tudjon majd hozni. Áld meg mindazokat, akik ebben az országban a környező országokban és szerte a világon keresnek téged, elcsendesednek és rád figyelnek. Legyél itt közöttünk szent Jézusunk kegyelméből. Amen. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik részt vesznek Isten tiszteleteinken. Ebben a 2021. második negyed évben a szövetség kérdéséről szeretnénk szólni legalább 12-13 alkalommal, hétről hétre, míg a negyed év tart. Ez van egy kísérő tanulmányunknak, ez a címe, hogy az örökké való szövetség ígérete, ezt be lehet szerezni, illetve a tartalmát le is lehet tölteni, és ennek alapján most a harmadik témához érkeztünk, a tanulmány ezt a címet adja ennek, hogy Isten változhatatlan szövetségi hűsége, mikor következhet be mégis a szövetség felbomlása. Röviden ezt a címet talán úgy szűkíthetném, hogy hűség és hűtlenség. Isten hűségéről és az ember hűtlenkedéseiről szól ez a tanulmány, ezeknek egyes oldalait állítja elénk, és ennek fognánk most hozzá, hogy ezeket a részleteket egy kicsit megismerjük. Minden alkalommal hat kérdést láthatunk, én ezeket nem szoktam felolvasni, otthon úgy is tudunk ezzel foglalkozni. Például itt az első kérdés ma az, hogy milyen kijelentéseket olvashatunk a Szentírásban Isten erkölcsi jelleméről és annak változhatatlanságáról. Ha megengeditek, én még egy kicsit visszább lépnék. Izsajás próféta több mint 2800 évvel ezelőtt föltette a kérdést, hogy kicsoda az Isten, és milyen képet készítetek róla. Ki is az Isten? Annyi Istenkép van forgalomban, annyiféle módon beszélnek Istenről. Annyi sok vallás, annyi sok keresztény felekezet is van a világon. Mindenki Istenre utal, a legtöbbje Isten szavát maradéktalanul el is fogadja. És akkor hogy lehet az, hogy mégis ennyi Istenkép van forgalomban? Hát ki az Isten? Ki tudja megmondani, hogy ki az Isten? Ismét egy egyszerű emlékkel hat kezdjem. Az 1980-as évek elejétől mi tábort szereztünk a Zempléni hegységben, és minden évben, akik ott voltak és akik most ezt hallgatják, bizonyára egyetértenek velem, minden turnuson áldott biblia táborozásokat végeztünk de közben a környékbeli falvakat is bejártuk, hol Bibliát terjesztve, hol az embereket meghívtuk az előadásokra, az egyes alkalmakra, voltak ünnepélyes zenei lezárások, koncertek is. És egyszer egy faluban találkoztunk egy több mint 80 éves idős bácsival, aki megtisztelt így egyik hétvégén, eljött az Isten tiszteletünkre, meghallgatta, és utána néhányunkat magához hívott, és úgy könnyek között a következőket mondta. Gyerekek, én már megértem itt a Földön 81 néhány évet. Én elmondhatom nektek őszintén, gyermekkoromtól fogva kerestem az Istent. És hát kerestem, hol keressem a templomban, kitől, kitől kérdezzem meg, mint a lelkésztől, mindig amikor egy új lelkész került a falunkba, én föltettem a kérdést, hogy, hogy ki az Isten? Tudsz valamit az Istenről? Általában azt felelték nekem, hogy hát bácsát én, én keresztelek, esketek, temetek, én szolgálatot végzek, én, én se láttam az Isten, nem találkoztam az Istennel, én nem tudok erről olyan különös, rendkívüli dolgokat mondani. És akkor a bácsi ezután így folytatta, amikor ti eljöttetek és Bibliát terjesztettetek, én 80 éves koromban jutottam hozzá a Bibliához. És mondom, könnyek között mondta ki ezt a szót, ezt a mondatot, most már kezdem tudni, hogy ki az Isten. Igen, mert amit ez az egyszerű bácsi egyszerű módon felismert, oly sok okos, értelmes ember miért nem jut erre a felismerésre, hogy egy személy, mert ha az Isten személy, egy személy csak, csak úgy ismerhető meg, ha őt személyesen megismerjük, ha személyesen találkozunk vele, ha személyesen hallgatjuk a szavát őtől, attól a szemétől. Maga a Biblia mondja ki az első Timutaus levél hatodik fejezetében, hogy Isten nem látjuk, nem láthatjuk, ő hozzáférhetetlen világosságban, szentségben, dicsőségben lakozik. Ugye a bűneset után megszűnik az Isten és embernek olyan kapcsolata, mint ami a paradicsomban volt, hogy hűvös alkonyatkor az Isten megjelent, és a teremtményeivel az első emberpárral beszélhetett volna a bűn éket vert Isten és ember közé, Isten a bűnnel nem tart semmi közvetlen kapcsolatot, Isten távozott erről a világról, csak a szentélek az, aki láthatatlan formában minden egyes embert felkeres. a beszéltem a második alkalommal, hogy hogyan teremt ellenségeskedés bennünk a rosszal szemben, hogyan fakaszt vágyat a jóra, a szomjúhozást a lelkünkben, és hogyan segíti elő, hogy mi akarjuk a szövetséget Istennel, akarjuk az életvizét ingyen. De ez az Isten, akit nem láthatunk, azért hallhatjuk a szavát. Milyen óriási dolog ez, sokan ezt nem gondolják meg. Sokan életük végéig azt követelik, hogy hát az Isten valami módon mutasson nekik jelet önmagáról, biztosítsa be őket arról, hogy van, hogy létezik, holott Isten létezését a legközvetlenebbül a szavából tapasztalhatjuk, hogy amit mond, az igaz. Mi olyan vallást követünk a kereszténységet, ami nem, először nem hitet követel, világosan mondja a Pál a Római Levél tizedik fejezetében, hogy először van a megismerés, és a megismerés előre haladtával születik meg majd az emberben a hit. Tehát nekünk olyan Istenünk van, aki aki a puszta szavával szól hozzánk, és el tud vezetni bennünket az igaz ismeretéhez. Ha nem a tulajdon szavából ismered a másik embert, akkor plegykákból ismered? Egy harmadik beállításából ismered? Ugye az emberi világban is találkozunk ezzel, hogy jó azzal az emberrel személyesen beszélni, Akitől valami származik, vagy akire nézve valamit állítanak, jó őt megkérdezni, hogy ezt te mondtad, vagy így cselekedted. Ezért olvassuk Hósás könyve negyedik fejezetében, és a előtt pár évtizeddel előbb élt próféta, hogy azért nincs igazság, azért nincs szeretet, mert nincsen Istennek ismerete a Földön ez egy nagyon nagy ige az Hósás könyve negyedik fejezet legelején, hogy hát azért, azért hiányoljuk a földünkön most is a szeretetet, azért nem látunk igazságot érvényesülni minden tekintetben, mert nincs Istennek ismerete a földön. És Jézus Krisztus a főpapi imájában külön is felhívta a figyelmet arra, hogy külön is imádkozott azért, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Mert nem általában Isten van, ahogy mondják a hétköznapokban, én hiszek az Istenben, meg biztos, hogy Isten van, mert hát a muzulmánok is imádnak Istent Allak néven, mi keresztények, hát mi úrnak és királynak mondjuk, mások talán a törzsi népek valami különleges szellemnek. Igaz, hogy a keleti vallások követői nem annyira személynek, mint egy bennünk levő erőnek, vagy megvilágosodásnak gondolják. De hát Isten van valami kép minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk. Jaj, én ott ülök a baján, hogy Adi Endre kifejezte az Isten baján című versében ne a gondolatok alján legyen az Isten, és ne a baján üljünk, hanem ismerjük meg Istent a tulajdonszavából, az egyedül igaz Istent, mert a többi Istenkép az hamisítvány, vigyázat. A világunk a hamisítások világa. Igen, itt a szeretetet is hamisítják, az igazságot is hamisítják, de legfőképpen Istent hamisítják és Istennek a jellemét hamisítják. Ezért az első kérdésünk rákérdez az Isten jellemére, és ránk kérdez, hogy te ismered az Istent, van, van tapasztalatod, olvasmány tapasztalatod a Bibliából, hogy ki az Isten, hogy mutatkozik be, hogy áll elénk, de a saját életedből is van tapasztalatod, hogy ki az Isten, itt néhány ige helyett láthatunk például Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. versét, kőszikla cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyeneső. Vagy a Jakab 1.17, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Vagy a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. verse, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, és kellene is beszélni. Nemrég egy ilyen kötetlen beszélgetés keretében egy, egy nagyon kedves brassói otthonban beszéltünk Isten jelleméről. Újra mutatom azt a magyar költőt és gondolkodót, akitől már az első alkalommal idéztem, Kölcsei Ferenc a Parainézisz Kölcsei Kálmánhoz szímű csodálatos iratában beszél a jellemről, hosszú-hosszú bekezdések vannak, csak egy-két gondolatot hadd idézzek. Sok ember karaktert, saját karaktert ritkán bír, állandót még ritkábban. Sok karakter épül értelmi elveken, sok csupa vérmérsékleten vagy szenvedelmen. Elvet, mérsékletet és szenvedelmet változtatni oly dolog, mire ezer példánk van. Sok embert ismertem, kik bizonyos időben ilyen vagy amolyan lélek színt viseltek, és később egészen másat vettek fel. Nem, mintha tettetők, le tettetők lettek volna hanem mivel karakteri alapjaik változván maguknak is kellett változniuk. Sok emberben ismét a karakter helyét pótolja ki, és ezek makacsok, míg ellenkezőjök van, nem lévén pedig könnyen elhajolnak. Ilyenek gyakran lesznek mások játékává. Mélységes gondolatok ezek. A minden személynek a lényege a karakter, ahogy azt a reformkorban mondták, és a karakterről beszélt kölcsei mellett Vörös Marti Széchenyi, aki nagyon sokat szólt erről a kérdésről, de Arany János Petőfi is, gondoljunk csak a férfi vagy légy férfi című híres 1847-es versére, szóval mindenki a karakterre hivatkozott, a jellemre, mert abban van meg egy személyiségnek a lényege. Nos hát, ami első kérdésünk azt tisztázza, hogy nekünk egy csodálatos jellemű Istenünk van, hogy Isten nem elsősorban hatalom, nem el, amitől hát félnénk, nem elsősorban örökkévalóság, amit szinte el se tudunk képzelni, nem egyszerűen minden tudás, amit hát irigyelnénk, hanem Isten hozzánk közel mindig a jellemének a legszebb vonásával jön, és ez pedig a szeretetnek és igazságnak az egysége. Úgy, ahogy János 1.14 mondja, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amikor kegyelmes volt, nem nélkülözte az igazságot, és amikor igazságos volt, nem nélkülözte a kegyelmet és a szeretetet. Hát ilyen csodálatos Isten, ami szövetséges társunk és ebben a harmadik tanulmányban arra kell felhívni a figyelmet szinte minden kérdésnél, hogy ő nézzünk. Ő nézzünk, őtőle tanuljunk, őtőle reméljünk mindent. Mert ebben a szövetségben, ebben az ember és Isten közötti szövetségben van egy nagyon biztos személy, ez a jó Isten. És van egy nagyon bizonytalan személy, ezek vagyunk mi emberek. Van egy nagyon hűséges személy, ez a jó Isten. És van egy álhatatlan, hűtlen, feledékeny, sokszor gondolat nélküli, sokszor visszahuppanva az indulatokba, érzelmekbe, olyan egyenlőtlennek látszik ez a szövetség, és olyan elkeserítőnek az ember részéről. De soha ne keseredjünk el. Ebben a szövetségben nem magunkra nézzünk. Isten ezért is adta a szövetséget, hogy legyen kire néznünk. Nem mondjuk el József attillával, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Hanem mondjuk el ennek a kész a leltárcímű versének az eredeti Bibliai Zsoltárával, a 90. zsoltárral, hogy uram, te voltál nékünk, menedékünk, hajlékunk, nemzedékről nemzedékre, mielőtt egek lettek, föld és világ formáltatott. Mindörökre te vagy, Isten. Isten a nagy vagyok, a vagyok, aki vagyok, aki mindörökre van, az örök létező, de ennek az örök létezőnek örök jellemvonásai is vannak. Nem változtatta meg Isten egyetlen jellemvonását sem, hogy a rossz bejött a világra. Nem változtatta meg Isten a jellemét akkor sem, amikor az angyal fejedelme támadt vele szemben, a mennyben is nagy viaskodás lőn, egy szellemi vita, egy erkölcsi küzdelem jelenése könyve 12. fejezete szerint, amelynek során Mihály, vagyis Jézus Krisztus képviselte az atyát, hogy visszafordítsa sátánt a lázadás útjáról. Nem sikerült. Amiután a mindenre felkészített ember beengedte ide sátánt a világunkba, minden jel ellenére, hiszen minden jel arra mutatott, hogy az első emberpár megállja a sarat, oda sem megy a, ahhoz a ponthoz, ahol Isten egyetlen egy ponton engedte meg a mi megkísértésünket. Megint csak nem Isten szándéka teljesedett. De hogyha Istennek nem teljesedik valamilyen szándéka, mert Isten nem azért teremtette az angyalokat, hogy a harmad részük lázadó legyen, és Isten nem azért teremtette az emberiséget, hogy száz százalékban lázadók legyünk, hogy ezt feltételezhetjük, de Isten egy ellenvonását nem kellett, hogy megváltoztassa. Istentől azóta is Eső és napfény jön, nem csak jókra, gonoszokra is egyaránt, olvassuk a hegyi beszédben, Máté Evangélium 5. fejezetében. A legszebb ige, amely talán kétszer fordul elő a Bibliában, Jónás könyve 4. és Jóel könyve második fejezetében, amit a tanulmányunk is többször idéz, csodátos ige ez, Isten a gonosz miatt is bánkódó. Isten a gonosz miatt is bánkódó. Ilyen szövetségesünk van nekünk. Ha tehát bármi rosszat elkövetünk, bármi kudarcba fulladt tervünk van, bármilyen elesést élünk át, nem magunkra tekintsünk. Ne is maradjunk ott elterülve, tekintsünk a szövetséges társunkra, Istenre, aki elvezet bennünket a vele való szövetségig, amiről múltkor beszéltem, tehát az ellenségeskedés, a szomjózás és az akarás szakaszain, és miután megkötöttük vele a szövetséget, és utána is sokszor csetlünk, botlunk, vagy komolyabban is elesünk, akkor sem mi magunkra tekintsünk, tekintsünk az Istenre, nagyon fontos dolog az, hogy a figyelmünk kit keres. Nagyon fontos dolog az, hogy ahogy Péter a Genezáreti tó ne a környező szeleket nézze, ne a háborgó tengert nézze, hanem amikor Krisztusra vetette a tekintetét, megszűnt süllyedni, amikor Krisztusra kapta vissza a tekintetét, Krisztus fel tudta emelni: Ilyen Istenünk van, Ilyen Szövetséges Társunk van. Mondom, erről az első kérdésről még nagyon hosszan és sokat lehetne beszélni. De aztán rátér a, a tanulmányunk a második pontjában arra, hogy mi viszont rettenetesen gyengék vagyunk. Mi viszont rettenetesen. Gyámoltalanok, sokszor magabízok, a szóval végletek között csapódunk, egyszer gyötörjük magunkat, hogy milyen gyengék vagyunk, másszor pedig büszkén mondjuk, hogy most mi milyen erősek vagyunk és milyen jó állapotban vagyunk. Figyelmeztet is a Ige, hogy amikor azt mondtam én jó állapotomban, hogy meg nem rendülhetek soha, Isten csak úgy elvonja az oltalmazó kezét, és egyszerre az ember összeroskad. Sajnos az ember a büszkeség és a kétségbe esés végletei között hányódik, milyen jó lenne beállni középre, milyen jó lenne mindig arra a szövetséges társra gondolni, a tanácsát kérni, a beszédeit követni, aki meg tud erősíteni úgy is, hogy elevene legyünk hűtlenek, ne szegjük meg a szövetséget, vagy ha ez megtörtént, akkor gyorsan visszataláljunk hozzá. A hegyek elmozdulnak, a halmok megrendülnek, de irgalmasságom tőled el nem távozik, békességem, szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Olvassuk Ézsajás könyve 54. fejezet 10. versében, majd Pálapostól hozzáteszi, a hitetlenkedünk ő hű marad önmagát, meg nem tagadhatja. Második Timóteus levél, második fejezet, 13. verse, hogy csak két igét emeljek ki. Ugye itt a tanulmányban több igét is találtok ki is van gyűjtve egy kicsit a kényelemre szoktat bennünket, mert milyen jó lenne ezt mindig kikeresni a Bibliából, és ott az egész szövegösszefüggés is nézve kicsit elmélyülni, elgondolkozni. Minden napra csak egy kérdés, ez egy negyed óra, fél óra, amit tanácsolok mindannyiunknak, hogy foglalkozzunk egy-egy kérdéssel, egy napi negyed, fél órát biztos megér ez, a nap bármely szakában elvégezhető. De jön a harmadik kérdés, hogy ha a szövetséget nem bontja fel Isten a vétkező emberrel, nagy kegyelme és megbocsátó készsége folytán, következmény nélkül marad-e a szövetség megszegése? A tanulmány, egyrészt ez a harmadik tanulmány inkább az egyéni szövetségről szól, majd a hatodik tanulmányban fogunk foglalkozni az Izrael népével megkötött szövetséggel, és a kereszténységgel megkötött szövetsége, hogy mi volt akkor, amikor Izrael népe hűtlenkedett. Hát szinte, amikor megkötötték a szövetséget Mózessel a sínai hegyen, és hát rögtön a kezdet kezdetén azt mondták, hogy ők ezt meg fogják cselekedni, amit Isten mond attól fogva 1500 éven keresztül Isten választott népe volt a zsidó nép, de mennyi hűtlenség volt, mennyi törvényszegés volt, és Isten mégse vetette el ezt a népet, mégse bontotta fel ezt a szövetséget. A kereszténység történelméről pedig a jelenések könyvéből értesülünk, hogy mennyi, mennyi szövetségtörés volt. Részben most a sorozatomban ezt nagyon részletesen taglalom, hiszen ilyen hosszú jelenése könyve sorozatot sem akkor, amikor ez a sorozat 16 részes volt még 1986-ban, sem akkor, amikor 25 részes volt 91 és 93 között, sem akkor, amikor 44 részes volt 2004 és 6 ilyen hosszú sorozatot, mint most itt a koronavírus járvány idején, hogy hát ez egy olyan 70-80 részes sorozat lesz. Nagyon lassan megyek, hogy hogy komolyan vegyük Jézus Krisztus szavát, minden egyes kifejezését komolyan veszük. Nem ezért adta az igéket, hogy elherdáljunk belőlük, és mondom, ezzel majd a hatodik tanulmányban fogunk foglalkozni. Most a tanulmányunk is inkább az egyéni élet itt. Igen, feltesz ilyen kérdés is, hogy Istent, amikor mi megtörjük a szövetséget, mi, akik egyszer megkötöttük Jézus Krisztussal a szövetséget, és és hitetlenkedünk, és megtörjük, és méltatlanok leszünk, és megszégyenítjük ezáltal Isten nevét, mert erről se felejtkezzünk meg, hogy nem csak magunknak teszünk rosszat a szövetség megtörésével, hanem mások előtt is gyalázatba keverjük az Isten nevét, ahelyett, hogy a mi atyánk első kérését komolyan vennénk, hogy, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy lássák az emberek az életünkből, hogy mi Istennel együtt járunk, mint egykor a hit hőseiről, Ábrahámtól fogva ezeket az egyszerű mondatokat írta le a Szentírás, hogy Istennel járt Noé, járj előttem és légy tökéletes, mondta Isten Ábrahámnak, hogy Istennel jártak ezek az emberek, bárcsak, mi is Istennel járnánk, bár csak ne hoznánk gyalázatot az Isten nevére, bár csak az ő dicsősége ne a porba legyen azáltal, hogy mi porba sújtjuk, hiszen nem ateista emberek sújtják porba az Isten nevét. Ateista emberek többsége legfeljebb tudatlan ember, nem ismeri az Istent, ezért gyalázza az Istent, és Isten a tudatlanság idejét elnézi. De mi van azokkal az emberekkel, akik már megismerték az Istent, nem egészen tudatlanok, vagy csak bizonyos dolgokban tudatlanok, és elkövetnek valamit, amivel szégyen, gyászt hoznak az Isten nevére. Isten a tudatlanság idejét elnézi, olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezetében, de Isten. Azok, azokkal is kegyelmes, akik szégyent hoztak a nevére, egy Dávid, egy Salamon, ki nem hozott szégyent az Isten nevére, még a legnagyobb hithősök is, néhány kivétel, mint József vagy Dániel, akiről nem olvasunk olyan félelmetes dolgokat, mint Dávidról és Salamonról, de azért ne felejtkezzünk el, amikor Dániel könyve 9. fejezetét olvassuk, hogy Dániel is nem csak a néte bűneiről tesz vallomást Isten előtt, hanem a saját bűneiről is. Ki az az ember, aki bűnt ne követett volna el, ki az az ember, aki súlyosabb bűnöket is ne követett volna el. Nem ott van a különbség, hogy lennének bűntelen szent emberek, ott van a különbség, hogy vannak, vannak, akik igazolják a bűneiket. Mi ne ezek közé tartozzunk. Mi nézzünk szembe, vizsgáljuk ki, vigyük Istennel, és kérjünk Istentől erőt és kegyelmet, hiszen Jézus Krisztus az, aki megbánást is ad, és bűnbocsánatot is ad. Olvassuk apostolok cselekedetei 4. és 5. fejezetében, hogy olyan szövetséges társunk van, aki gyengéd ebben a szövetségben, akivel miután megkötöttük a szövetséget, szeliden vezet rá bennünket arra, hogy ha valamiben hibáztunk, pontosan megmutatja azt, hogy miből kell kiemelkednünk ha megbánjuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. Olvassuk János első levele első fejezetében. Aztán a tanulmányunk rákérdez arra is, hogy akkor mi ezek szerint nyugodtan védkezzünk, mert hát Isten bővölködik a megbocsátásban, ő ha gonosz miatt is bánkódó, akkor azokat, akik a szemefényei, azokat ne karolná fel, ha elestek, akkor is nem, nem. A Biblia világosan közli azt, hogy olvassuk itt a következő negyedik kérdésnél, a 78. Zsoltár 40. versében, hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Többenetes kifejezést. Igen, Istent is lehet keseríteni. Istent is lehet szomorítani. Miért most valami különleges dolgot mondok? Hát melyik személy az, akit a rossz ne bántana? Melyik személy az, aki ne lenne szomorú, hogyha rossz dolgot lát? Bánkódók vagyunk, noha mindig örvendezők, így mutatkozik be Pál a második Korintus levél hatodik fejezetében. Mert hát a rossz bánattal tölt el. Isten a gonosz miatt is bánkódó. Idéztem előbb, Na de Isten bántja a rossz, Isten szomorú a rossz miatt. Miért melyik szülőt nem bántja, hogyha a gyerekénél valami rosszat lát? A Biblia nagyon következetesen hivatkozik arra, hogyha Istent, mint szemét és az ő magatartását irántunk el akarjuk képzelni, mert ez a valóság, akkor tekintsünk a jó szülőkre. Vagy tekintsünk a szüleinkre, az emlékekre, hogy hogyan neveltek bennünket a szüleink. Mózes 5. könyve 32. fejezetében, a 18. versben azt mondja Istenről Mózes, hogy kőszikla, aki szült téged, a kősziklát, aki szült téged, elfeledted, megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Egy Biblia versen belül Istent hasonlítja az atyához, aki nemzett téged, és az anyához, aki szült téged. Gyakori hasonlat ez, hát Ézsajás könyve 49. fejezet 15. versében is azt olvassuk, hogy hát elfelejtkezhetik az anya gyermekéről és elfelejtkezhetik a méhe fiáról, de ha még az anyák elfelejtkeznének is, mert az emberi világban minden elképzelhető, még ez is, hát ritka eset, de még ez is. Én te rólad soha el nem felejtkezem. Isten bántja a gonosz, Isten szomorúsággal tölti el a rossz. Isten is olyan, hát olyan, így tudjuk elképzelni, mint a jó szülő, a jó szülőnvés, igazabb szülő a jó Isten. Hogy ne keseríthetnénk őt meg? Hogy ne lenne igaz, amit a zsoltár mond, hogy hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a a pusztai vándorlás során, és hát csak Mózesre nézve, vagy tucatnyi lázadás ütötte fel a fejét, szinte meg akarták ölni Mózes, hogy miért vezette ki őket Egyiptomból, és Miért kell itt ezeket a pusztai vándorlás viszontagságait átélni, és hányszor keserítjük meg így Istent, amikor az életünkben panaszkodunk, zúgolódunk, akik Istennel szövetségben vannak, panaszkodhatnak? Akik Istent választották szövetségesül, zúgolódhatnak? Igen, panaszkodhatnak, zúgolódhatnak önmagukra, de nem Istenre. Ha Istenre nézünk azonban, földerül a tekintetünk. Egyszer a kerességünk után talán tíz évvel összejöttünk az előbb mondott bózsvai táborban, és öten-hatan egy olyan kis júrta körül álltunk, és föltettük a kérdést, hogy milyen tapasztalatot szereztünk a szövetségkötésünk után tíz évvel, hogy tudnánk ezt röviden summázni. És akkor egyszer valaki megszólaltotta közülünk, és azt mondta, Sokszor csalódtunk. Önmagunkban. Önmagunkban hányszor csalódtunk. Önmagunkra nézve hány panasz szót mondhatunk, önmagunkra nézve, hányszor keserekhetünk, de soha-soha nem csalódtunk a jó Istenben. Soha soha nem csalódtunk Jézus Krisztusban, aki, hogyha fordultunk, mindig ki tudott menteni minden rossz helyzetből. Soha nem csalódtunk a szövetséges társunkban. Isten érző lény, Isten személyiség, akit megbántatunk, megsértetünk. Hogy mondja a másik ige, 63, 6.3.9-10, Minden szenvedésüket ő is szenvedte, ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították szentségének lelkét. Ézsályás 6.3.9-10-ben, olyan utalásszerűen, kicsit olyan visszafogottan, de egyszerre beszél az atyáról, a fiúról, a lélekről, hiszen a Szent Háromságról többször egyigén belül is jelzéseket ad a Szentírás, hogy három isteni személy küzd miértünk, miért nem vesszük komolyan ezt, miért nem vesszük komolyan azt, hogy minden gonoszsággal, ami tombol a földön, meg persze önmagunk rossz természetében, három isteni személy veszi fel a küzdelmet, három isteni személy ajánl segítséget, Miért nem őrájuk tekintünk? Miért nem Jézus Krisztust, mint szövetséges társunkat kérjük? Közre játszik ebben a keleti művészet, az ortodox művészet, aki Jézus Krisztust még a keresztván is olyan szenvedések nélkül ábrázolja, úgy ábrázolja, mint hogyha Jézus nem is szenvedett volna, mert hát ugye a keleti filozófiák szerint, ha Isten tökéletes, akkor ő nem képes szenvedni és ez ugye a keleti tanokból átjött azért a görögök által nyugatra, és sőt még a kereszténység első évszázadaitól fogva mind a mai napig kitart ugye az ortodox kereszténységben, hogy, hogy Isten nem tud szenvedni, mert hát Isten tökéletes, és Jézus Krisztus is úgy ábrázolják az ikonosztázokon a keresztván bárhol, hogy nincs rajta egy csepnyi vonaglás szenvedése, testi és lelki értelemben, ez nem így van. Isten többet szenved a mi életünkben, és a mi életünkért, mint mi magunk. Isten mindenre képes, hogy megtartson bennünket. Melyik apa és anya hagyja el olyan gyorsan a gyermekét? Melyik apa és anya mond le olyan gyorsan, még a tőle mérföldekre eltávolodó gyermekéről is? Nem igaz az a mondás, hogy mindig apáthoz és anyádhoz van a legközelebbi visszaút? Nem igaz az, hogy mindig azokra számíthatsz, akik erre a világra segítettek, akik hogy mondja, soha nem felejtem el Életem első nagy költemény, amit megtanultam egy akkor még élő költőnek a Könyörgés című verse volt, hogy az édesanyját mag hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Hát ilyen a szülői szeretet, ilyen az anyai szeretet, még ha megölnénk is, akkor is azt mondja, hogy az ő fia jó. Hogy ő nem mond le a fiáról, ő mindent megtesz a gyerekért. Ilyen az az Isten, aki mi velünk együtt szenved. Akire nézve Pascal azt mondta a Gondolatok című művében, hogy mivel Jézus agóniája a világ végezetéig tart, Jézus velünk együtt szenved itt a történelemben, hát ezért nem szabad aludnunk. Ne aludjunk el, mint a Getsemáné kertben Péter, János és Jakab. Pedig Jézus háromszor odament felébreszteni őket, mert sokat jelentett volna, ha a vigasztaló imájukat ott tudhatta volna Jézus a közelében akkor elaludtak a tanítványok, de most nem szabad aludnunk Jézus második eljövet előtt, fel kell ocsudnunk ebből a kábult állapotból, és Istennek követeivé, szolgáivá kell, hogy legyünk, hogy nem magunkért élünk, másokért élve, el tudjuk mondani az embereknek, hogy emberek béküljetek meg az Istennel, emberek érzitek magatokban az ellenségeskedést a rosszal szemben, szenvedtek ennek a világ sok rossz oldalától, Isten veletek van, szomjuhostok egy igaz jó életre, Istennel együtt ebben az önző világban is lehet önzetlen, boldog életet élni és ha akarjátok az életvizét ingyen, akkor tiétek itt is az élet, és tiétek az örök élet, de Isten nem pillanatokra akar csak jelen lenni az életetekben. Isten nem csak pillanatnyi segítségnyújtásokat ígér nekünk, hogy aztán elmondhassunk, hogy jaj Istenem, segíts, hogy engem Isten megsegített, aztán utána snitta, hogy szokták mondani, és nem is gondolunk az Istenre. Nem, Isten mindig együtt akar lenni velünk, és bennünk akar élni, hogy éljünk többé nemi, hanem éljen bennünk a Krisztus, hogy mindenre legyen erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Pálapostól a Galata levélben, a Filippi levélben, az Efézusi levélben, ó, hát mind a 14 levelében miért is sorolnám tovább, bizonyságot tesz erről, hogy ő, ő együtt élt a szövetséges társával. Ő benne ott élt a szövetséges társa mert a tanulmányunk aztán afelé halad, hogy ha megkeserítjük is Istent, Isten mindig utánunk jön, ő a biztos pont ebben a szövetségben, de ne keserítsük meg az Isten, mert, mert magunk látjuk ennek a kárát, de abban biztosak lehetünk, hogy ebben a szövetségben van egy biztos fél, egy biztos személyiség, ezért nagy ige, amit már többször idéztünk a Timóteus levélből, hogy ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadja, de azt is kimondja a Szentírás, ugyanebben a második Timóteus levél, második fejezet, 12. versében, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Hát ez azért súlyos ige és bizonyos kérdéseket vett fel, mit jelent megtagadni az Istent. Hiszen Jézust egy tanítványa elárulta, Júdás, de a másik tanítvány cseppet sem kisebb gonoszságot tett, megtagadta őt Péter. És akkor elhagyta Jézus Pétert. Hát ez nem olyan tagadás volt, amiről itt Pál beszél. Pál azt mondja, hogy ha megtagadjuk, ő is megtagad bennünket, de mi az Isten tagadás? Az Isten tagadás nem az, amikor valaki azt mondja, hogy nincs Isten. Mert hát ezt mondja, de az életében számtalan módon érzi. A keretek, ami között minden ember él az élet, hát az Isten ajándéka, és az Isten ajándékát fogyasztjuk minden nap. Egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam, Mondja még a hitetlen, magát hitetlennek mondó kosztalány is a hajnali részegség legvégső soraiban vagy egy féli kívember, ha azt mondja, hogy nehéz helyzetben, hát inkább a politikai hatalom mellé állok, mert ugye a mi időnkben is azt mondták, ugye a régi ateista időszakban, hogy hát valamiből élni kell. Emlékszem, az idősek azt mondták, hogy hát elmegyünk a templomba, mert mi nem vagyunk azért ateisták, de hát azért az állam adja a kenyeret, az állam meg ateizmust hirdet, hát akkor megjátszuk az ateizmust. Így is neveltek bennünket az 50-es, 60-as években, ez volt az kettős nevelés, megtagadtuk akkor az Istent, az Isten látta ezeket a szégyenletes dolgokat, látta a nem hitvalló keresztények tömegeit, látta Isten azt, hogy, hogy a nehéz időkben megtagadják, hogy ezt aranyános mondja az Évnapra című versében, de a Biblia szerint az igazi megtagadás, ami felbontja a szövetséget, ami végérvényesen tönkreteszi a szövetséget, az csak az, amikor az ember a szentélek elleni bűn nem helyzetébe, hanem állapotába kerül. Miért helyesbítettem? Azért, mert a szentlélek elleni bűn sokszor kerültünk az életünkben. A szentlélek elleni bűn helyzete az, amikor valamit felismerünk, ugye a felismerés nekünk mindig a szentlélek segíti, sugalja, és ha akkor nem tesszük azt, amit felismertünk, és másnap nem úgy élünk, ahogy felismertük, ez a szentlélek elleni bűn helyzet, hát valljuk be őszintén, nagyon sokszor benne voltunk ebben az életben, ha most is benne, benne nem vagyunk egy-két dolog tekintetében, de más dolog az, amikor Isten türelmesen rávezett dolgokra, felismerjük a dolgokat, nem követjük, de újra felismerjük, erőt kérünk és elkezdjük követni. A szentélek elleni bűn állapota az, amikor sorozatosan visszautasítjuk a szentélek világosságú adó erejét, és bár világosan tudunk mindent, hogy egy költő barátom Vasadi Péter mondta a 70-es években, mindenki minden tud. Ez egy félelmetes kijelentés. Hát persze mindenki egy adott keretben, meg a neki megfelelő keretben, de Isten a Szentélek által mindenkinek mindent a tudomására hoz, ami a jó döntéseihez, a jó választásához elegendő, és ami más emberé teheti, megváltozott hívő emberé tehetné. És ha itt megrögzülünk abban, hogy akkor sem követjük az Istent, hogyha mi láttuk be a világosságait. Akkor sem követjük az Istent, ha mi láttuk be, hogy ő mindig igaz, és mi hazugok voltunk. Ha ebbe az állapotba kerülünk, ha makacsul, csökönyösen, konokul, önmagunkat igazoljuk, és önmagunk járt útját akarjuk tovább folytatni, ez a szentélek elleni bűnnek az állapota, amelybe a Biblia szerint belejutott például a zsidókhoz írt levélben, ezért emlegeti Pál Ézsaut, hogy olyan sokszor hazudott a felismert igazságainak, hogy már amikor könyhullatással kereste is az áldást, nem találta a megbánás helyét, mert ezzel nem lehet játszani. Ha az ember valamit felismer, ez egy óriási kiváltság. Ha az ember utána nem követi, de Megbánja, újra megerősíti, elmélyíti a felismerését, Istentől kegyelmet kér, óriási kiváltság, és előre tudsz haladni az életedben. De hogyha sorozatottsa nemet mondsz az általad felismert igazságokra, akkor egy idő után már nem fogod találni a megbánás helyét. Micsoda kifejezés ez is? Milyen kifejezéseket talál a lelki életünkre a Biblia? Nem találjuk a megbánás helyét, hát akkor beleesünk a Szentlélek elleni bűn állapotába, amelybe például a vallási vezetők beleestek, amikor számtalan szól látták, hogy Jézus hogyan beszél, milyen csodákat tesz, és mégis azt mondták, hogy ezt nem Isten ereje által teszi, hanem a Bálzebub, a, az ördög eleje által teszi. Jézus ott a szemükre vetette ezt, hogy, hogy minden bűn megbocsátatik a világon az embereknek, de egy bűn nem bocsátatik. meg, és most talán már látjuk, hogy mi ez a szentélek elleni bűn. A szentlélek elleni bűn az nem egy külön bűnfajta, mint a lopás, csalás, hazugság. A szent élek elleni bűn sorozatosan visszautasítani az Isten megvilágosodásait, az Isten szent lelkének a fáradozásait, és amit mi is belátunk, hogy helyes és jó, azt elutasítani, hát akkor ezen az emberen hogyan lehet segíteni. Ez a szövetségnek a megtörése. Amíg ez be nem következik, mindenki felől van remény. Amíg nem következik be, mondom, nem a Szent élek bűn helyzete, hanem állapota, amelybe sajnos a bibliai szereplő közül egy sokan belejutott a Kaintól kezdve Saul királyon át, Júdásig bezárólag, és a Pálapostól által említett még munkatársak is, akik belejutottak ebbe helyzetbe. Nagyon hosszú a sor sajnos, mert az ember szabad. Az embert az Isten nem fogja kényszeríteni a jóra és az igazra. Az Isten mindent megtesz, hogy a jót, az igazat elénk állítsa, és minden jó cselekedet is, is elénk állít, hogy azokba járjunk, hogy az Efézus kettőben mondja a pálapostól, de hát a döntést nekünk kell meghoznunk. És mondom, ha mi magunk belátunk dolgokat, és sorozatban mégis önmagunkkal szembe menve is, nem csak Istennel, önmagunkkal szembe menve is, önmagunk megrontói leszünk, ez a szövetség felbontása. És hogy említettem, hogy hogyan bomlott fel a szövetség, Izrael népe és Isten között. Erről fogunk beszélni a hatodik tanulmányban, a hatodik ige hirdetésben. És vajon a kereszténységben most milyen kockázata van annak? És milyen kereszténységet látunk ma? Talán jobb kereszténységet, mint 1500 év alatt a zsidó néppel folytatott küzdelmét az Istennek? Vajon a kereszténység az elmúlt 2000 évben, és főleg most a mai borzalmas világhelyzetben mennyire van kereszténység, mennyire hallatja a szavát, mennyire van egy másokért fáradozó, szorgalmas és az igazságot kimondani bátor kereszténység. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell most. A mai alkalommal azonban legyen elég az, amiről szóltunk, hogy van egy hűséges Istenünk. És ha van egy, egy hűséget sokszor nélkülöző társ, az Isten minden törekvése arra irányul, hogy bennünket megerősítsen, fölemeljen és méltó szövetséges társá alakítson. Ezért adjunk a mai tanulmányunk végén hálát, ezért a. Rajtunk mindig munkálkodó, dolgozó, a lelkünket csiszoló, az életünket megjobbítani akaró Istenhez forduljunk, hogy tegyen többet annál, mint amit kérni, elgondolni tudunk, tegyen alkalmassá bennünket az ő szolgálatára és az ő országára. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei atyánk, Jézusunk nevében hálásan köszönjük, hogy föltekinthetünk a te arcodra, a te jellemedre. Köszönjük, hogy te a gonosz miatt is bánkódó Istenünk vagy. Köszönjük, hogy te neked az akaratod az, hogy minden ember üdvözüljön, hogy mindenki megmentett ember legyen. Te nem vagy személyválogató, te nem a vallást, nem a felekezetet, és nem is azt nézett, hogy ki magát hívőnek, ki magát ateistának. Te a szívet vizsgálod, és mindannyiunkat szeretnél elvezetni ahhoz, hogy mi ellenségeskedésben maradjunk a rosszal, szomjózzunk a jóra, és hogy akarjunk veled együtt járni, akarjuk ezt a szövetséget segíts, hogy a szövetség során mindig rád tekintsünk. Akkor nem süllyedünk, Urunk, mint Péter a Genezáreti tó vizében. Ha Te jelenléted tölti be a szívünket, ha rólad gondolkozunk, a Te parancsolataidat magunk elé idézzük, ha, Jézusra tekintünk, és úgy akarunk járni, hogy Ő járt, segíts ehhez szentrelked erejével segítsed meg mindannyiunk életét, hogy hétről hétre erőt gyűjthessünk a heti munkához, a heti küzdelmekhez, de ne csak előre nézzünk, ez is szükséges, hanem fölfelé, hogy te vagy az, aki fölemelsz bennünket, aki egyedül fel tudsz emelni bennünket, és ezért nem csak pillanatokra akarsz Istenünk lenni, ezért mondott ki ezt a nagy szót, hogy szövetség, hogy járjunk veled együtt szövetségben, hogy te valóságosan átalakíthasd az életünket, és a mi jellemvonásainkba belepelántálhast Krisztus jellemvonásait, hiszen azért teremtettél bennünket, hogy az ő ábrázatához hasonlók legyünk. Áldunk ezért, Istenünk, a tervedért, a Kifogyhatatlan türelmedért, hosszú tűrésedért, áldunk a szeretetedért, megnyilvánulásaidért, embertársainkért, szeretteinkért és azokért is, akik talán ellenségeink vagy ellent mondanak neked, ad, hogy őket is azzal a szeretettel szeressük, ahogy Jézus szerette az Istentől eltávolodott emberiséget segítsél meg ebben mindannyiunkat, az ő kegyelméből kértük ezt te tőled. Amen.